Szevasztok, szevasztok, úr, itt vagyok, ez pedig a Minden, ami sör. A mai műsorban a belga Fán Steenberg sörfőzdének a Pirát Triple Hop nevezetű sörre került terítékre. Az egy erőteljesen komlózott belga strong ale sör került tesztelésre, kérem szépen. Így néz ki a kalózós sörnek a címkéje, ugyebár. És akkor összetevő, van rajta hihetetlen. Jó apró betűkkel is nincs elkülönítve. Víz, ápamaláta, cukor, rizs, komló, sörélesztő, színező E150C, kérem szépen. Erre kíváncsi vagyok. Remélem nem fog besárgulni a műsor végére a rizstől. Így néz ki a koronazár, kérem szépen, nyissuk ki a sört. Megmondom őszintén, sokat várok tőle. Idáig jó indul a dolog. Meglátjuk, hogy fog folytatódni. Láthatjátok, most már belga söröket nem nagyon fogom a pohár oldalára tölteni, mert így is bele kell férni a pohárba, főleg ebbe elefántosba, mert ugye ez azért lényegesen több, mint 3,3 dl, amúgy 10,5%-os a sörnek alkoholtartalma. Így néz ki maga a sör, kitöltve kellően szénsavas. Nagyon szép megjelenésű, nézzétek meg, szerintem nagyon jó eltalálták mind a szint, mind a habot mennyiségileg, minőségileg is. Ideig nagyon jó, kérem szépen. Illetve pedig... Jó! Kérem szépen, tipikus belga, rágógumis, tutti fruttis, ilyen bogyós, erdélygyümölcsös, édes. És megmondom őszintén, ezeknek a komlóknak az elegye annyira intenzív és édes, hogy ezt a jellegzetes, finom, kesernyés komló illatot teljesen elnyomják, és valakivel azt mondom, hogy ezt légy szíves szagold meg, senki nem fogja azt mondani, hogy komló ebben érződik. Mert nem érződik, nagyon finom a illata, nagyon komoly, tipikus belgás jegyekkel, kérem szépen, kóstoljuk meg. Egészségetekre! Húha! Na kérem szépen! Az első kortyok kőkeményen édes, émeítő, igen, ilyen konyakos, tényleg ilyen tutti frutti is, édes, bogyós, gyümölcsös, nagyon komoly, nagyon komplex, nagyon összetett, és utána jön a nagy boom, ilyen konyakos, kesernyés, komlós felhanggal nyakon öntve az egész. Nagyon durván jól meg van csinálva, nagyon komplex, nagyon kellemes sör, és aki esetleg attól fél, hogy keserű lesz a triple hop sör, ugye a erőteljes magasfokú komlózástól, ez nem, kérem szépen. Azért valamit nagyon tudnak Belgiumban, megmondom őszintén. Még egy korty, egészségetekre. Mennyi mesebeli. Ugye mindenki azt várna egy ilyen sörtről, hogy szét van komlózva, hogy ez bitang keserű. Nem. Ennek a végén ugye ettől édes, gyümölcskés, émeítő íz után ugye egy ilyen kis bogyós, édesbogyós levezetéssel, utána jön a nagyon finom, kellemes, konyakos buma alkohollal nyakon öntve, és utána a végén egy ilyen sejmes, lágy, komlós, keserű ízzel öblíti az egész sör, az ízlelő bimbókat, kérem szépen. Nekem bejött, megmondom őszintén, nagyon finom, nagyon kellemes nézet, még egyszer milyen gyönyörű, szép. A bubik millió számra törnek fenn, de egy kiváló minőségű belga sörtől el is várhatunk, úgy érzem és azt hiszem. Úgyhogy ez nekem nagyon bejött. Úgyhogy ez volt tehát a mai teszt. A belga Fán Steenberg sörfőzdének, a Pirát Triple Hop nevezetű belga strong ale sörének a tesztje. És ne feledjétek! Sörre fel, hisz inni kell! Szevasztok! Legközelebb újra jövök.